5 mérkőzés, 5 győzelem. Az Arkonik Albafehérvár kosárcsapata jelenleg 100%-os teljesítménnyel vezeti a hazai bajnokságot. A csapat sikerének egyik letéteményese Vojvoda Dávid, aki átlagosan 20 ponttal segíti társait a győzelmek elérésében. Volt egy 6-7-es normális jó felkészülésünk. Tényleg úgy érzem, hogy a magyar magi, illetve a külföldi régió közt a kémia nagyon jól működik. Szerintem ezt lehet látni a pályán is, hogy tényleg egy jó társaság jött össze, vagy lettünk itt az elmúlt hónapokban. A nemzetközi kupában ezúttal elmaradt a szerdai mérkőzés az izraeli csapat ellen. Kérdés, hogy ez vajon mennyiben jelenthet segítséget a soron következő Körmend elleni találkozó kapcsán. Nyilván itt az elmúlt két évben nem tudtunk annyit edzeni, ugye a heti két meccs miatt, úgyhogy most több időm volt, vagy több időm lesz felkészülni a Körmend ellen. Több idő volt kicsit a kisebb sérüléseket helyrehozni, akinek volt. Úgyhogy igazából ez most számunkra ez az elmaradt meccs jól jött ki. Vojvoda Dávid kemény mérkőzésre számít szombaton a Körmend ellen, a cél pedig az lesz, hogy hazai pályán őrizzék meg a veretlenségüket. A csapatkapitány szerint addig tarthat ki a nyerőszéria, amíg be nem következik egy hullámvölgy, azonban az a legfontosabb, hogy a komolyabb sérülések elkerüljék a játékosokat.